Az eredmény is mutatja, hogy nagyon kinkeserves 1-0 volt. Sokáig a két csapat végig pariba volt, voltak itt is, ott is helyzetek. Aztán amikor megszereztük a vezetést, utána már jobban kinyílt a Fradi, és akkor már több góllal is nyerhettünk volna a végén. Fradi miután hátrányba került, mindegy alapon elkezdett támadni, több volt a terület. Hát jól vezettük a kontrákat, csak a végén az utolsó passzok, vagy a befejezés hiányzott. Emellett a védők nagyon jól megoldották hátul, úgyhogy kapott gól nélkül lehoztuk. 1-0-át is meg kell becsülni. Gólnál is úgy volt, hogy üres területbe bemozdultam, beadtam, és szerencsére a Bobó, a támadónk szépen befejelte a labdát. Hát Cegléden ugye nem játszottam, most egy fél órára betett. Hát remélem, hogy hozzá tudtam járulni a győzelemhez, és hát az edző döntése, hogy jövő héten kikalkotják a keretet. Hát most sok meccs lesz, Liga Kupa is, bajnok is, úgyhogy minden játékosra szükség van, de hát akik csereként pályára lépnek, azoknak is bizonyítaniuk kell és hozzá kell rakni a meccshez.